jövő évi országgyűlési választáson a feltételek szigorítása miatt várhatóan csak 3 listából lehet választani. A Fidesz és a Balliberális Szivárvány koalíció mellett 3. útként a Mi Hazánk mozgalom kerül a listás szavazólapokra. Egyéni képviselőjelöltből már valamivel több lesz, de a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely mind a 106 választókerületben saját jelöltet fog állítani. A programunk is egyedülálló lesz, a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely népszavazást tartana az EU tagságunkról, amely bevezetné a sorkatonai alapkiképzést, amely hazahozná a honvédjeinket Afganisztán és Irak megszállásából. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amelynek nincs és nem is lesz oligarchája, épp ezért szintén egyediliként vagyonadót szeretnénk kivetni a milliárdos oligarchákra. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely hadat üzenne a parkolási maffiának, és szintén egyediliként követeljük a mentelmi jog eltörlését. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amelyik hatályon kívül helyezné a trianoni diktátumról szóló törvényt, és egyedüli pártként védenénk a magzatok életét a szívhangjuk meghallgattatásával. A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely írni, olvasni, tudáshoz kötni a szavazati jogot, és amely leállítaná a cigányügyi programok finanszírozását. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely fegyverviselési jogot adna például a szolgálaton kívüli rendőröknek is, és amely kivonná Magyarországot a Strasbourgi Bíróság joghatósága alól. Sorolhatnánk még számos pontot, amelyet a Facebook cenzúra tilt, így interneten az ott megjelenő videómból ezt a részt természetesen ki is kell vágjuk, hiszen a Mi Hazánk az egyetlen párt, amelyet a Facebook tilt, amelynek az oldalát a Facebook letiltotta, és miniszterelnök jelöltünk Torockai László az egyetlen, amelynek nevét le sem írhatjuk, nevét ki sem ejthetjük a Facebookon. És ennek ellenére szükségesnek tartjuk, hogy most kimondjuk mégis azokat a pontjainkat, amely szerint a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az oktatásban szegregálna is, amely bevezetné az akár szibériai bérrabtartást, és amely visszaállítaná a halálbüntetést. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely tűzparancsot adna honvédjeinknek az erőszakos határsértőkkel szemben, és a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely betiltaná az LMBTQP felvonulásokat. Ma programunk vázlatán kívül képviselőjelöltjeinket mutatjuk be, budai képviselőjelöltjeinket sorrendben. Budapest első választókerületében, önkormányzatilag is az első kerületben képviselőjelöltünk Szikora István, Bunyós Pityu azonos nevű fia, de ő a nemzetközi kapcsolatok szakértője, ebből is diplomázott, céltudatos, magabiztos, dinamikus személyiség. Parancsolj! Tisztelettel köszöntök mindenkit, én Szikora István vagyok, az egyes számú választóközött országgyűlési képviselő jelöltje, illetve Belváros-Lipótváros Mi Hazánk alapszervezetének az elnöke. Az én választókörzetem, melyet a Duna ketté választ, mégis így alkotja egészben a nemzet szívét, tele kulturális és történelmi örökségekkel, melyek megvédésére esküdtünk fel, és nem engedjük, hogy a balliberális cancel culture ezeket eltörölje. Mint a turizmus és a belvárosban működő irodaházak által leginkább érintett választókerület, nem szeretnénk az itt lakóknak kompromisszumot kellene kötnie nyugodt, békés, biztonságos életük tekintetében. Amit nem szeretnénk még, hogy külföldi ingatlan spekulánsok terepévé, játszóterévé váljon a választókerületem. Ehelyett azt szeretnénk, hogy minél több magyar fiatal költözne a választókerületembe, és ezt támogatjuk. Köszönöm szépen! A Budapest második választókerületében, Újbudán, jó magam, Novák Előd indulok. Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem, helyi önkormányzati képviselőként pedig a korrupció ellenes küzdelmet tűztem az ászlónkra, hadat üzenve a politikus bűnözésnek. Budapest harmadik választókerületében, Hegyvidéken dr. Gruntner András kiváló jogászunk indul, a Mi Hazánk jogi kabinetjének elnöke. Születése óta a kerületben lakik. Tapasztaltuk, hogy egy megbízható, szorgalmas személyiség. Tisztelt budai választópolgárok! Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Gruntner András vagyok, 49 éves jogász, a Mi Hazánk mozgalom harmadik számú
egyéni választókerületének képviselőjelöltje. Ehhez a választókerülethez tartozik a 12. kerület és a 2. kerületnek a belbudai része. Hegyvidék születtjeként, budai lokálpatriótaként büszkeséggel tölt el, hogyha arra gondolok, hogy a lakosság arányában Magyarországon ebben a választókerületben él a legtöbb diplomás. Kiváló értelmiségiek, művészek, hazahű, hazához, nemzethez mindig hű, nagyszerű politikusok élnek és éltek közöttünk. Elég talán, hogyha Csurka Istvánt említem, a nemzeti radikalizmus egyik legnagyobb hazai alakját. Ehhez képest érthetetlen számunkra, hogy miért mindig olyan képviselő látja el a helyi polgárok képviseletét a parlamentben, akinek valami kevés köze van a kerülethez. Igazából ezek ejtőernyőzött politikusok, párt megbízottak, és ami ennél is sokkal nagyobb baj, álláshalmozó politikusokként másod, illetve harmad állásban töltik be képviselői feladataikat, amellett, hogy minisztériumban miniszterek és államtitkárok. Magyarán szólva, igazából ezek az emberek nem képviselik a választókerületem polgárait, soha nem is képviselték őket. Ezért képviselőjelöltként a legfőbb feladatomnak azt tartom, és a legfőbb célomnak azt tartom, hogy valódi képviseletet teremtsek a polgároknak a parlamentben, és megállítsam ezt a folyamatot, ami eddig volt a 12. kerületben, illetve a 2. kerületben. Ehhez a munkához kérem megtisztelő támogatásukat. Köszönöm szépen. Budapest 4. választókerületében, önkormányzatilag a 2. kerületben Nagy Attilát, a Mi Hazánk fővárosi elnökét indítjuk, akinek vezetésével immár a főváros mind a 23 kerületében megalakultak a Mi Hazánk mozgalom alapszervezetei. A Testnevelési Egyetemen szerzett diplomát, teniszedzőként dolgozik, a magyar utánpótlás válogatott edzője is volt, kitartó, határozott személyiségként ismertük meg. Jó napot kívánok, Nagy Attila vagyok, én is üdvözlök mindenkit. A kerületben nőttem föl, a 2. kerületben, 1968-ban születtem, iskoláimat is itt végeztem, a Fenyves utcai általános iskolába, illetve a középiskolába, gimnáziumba, a Móricz Zsigmond gimnáziumba, amely a 80-as évek vége fele rendkívül nagy ellenzéki tevékenységet folytatott, és azt hiszem, hogy én is ott szívtam magamba azt a közéleti tevékenységek iránti érdeklődést, ami a mai napig tart. Ugye természetesen nem mondanom se kell, hogy az akkori ellenzékiség akkor antikommunizmust jelentett, mint hogy a Mi Hazánk mozgalom is jelenlegi helyzet szerint ellenzéki párt, de jobboldali ellenzéki párt. Röviden szeretnék még annyit ismertetni magamról, hogy két fiam van, Hunor fiam 20 éves, Csanád fiam pedig 18 éves. A 2. kerületben igen kedvezőtlen folyamatok indultak meg, akkor, amikor Őrsi Gergely polgármesterré történő megválasztása 2019-ben megtörtént. Minden választópolgár, minden konzervatív választópolgár képet kaphat arról, hogy milyen jövő vár Magyarországra, hogyha ez a szélsőségesen balliberális koalíció, ugye a Gyurcsány, a kerületben lakó Gyurcsány klán vezetésével esetleg hatalomhoz jut. Mire gondolok itt? Elsődlegesen például arra, hogy a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amelyik valóban betiltaná az LMBTQ vonulást, és elérte azt a elnökhelyettes asszony közreműködésével, hogy fölhívta a figyelmet, hogy a nyugatról beszűrődő és egyre inkább átgyűrűző homoszexuális propagandának milyen káros hatásai vannak. Annyit még sikerként szeretnék elmondani, hogy sikerült Őrsi Gergelyt abban megakadályozni, hogy az átriumba fölolvashassa azt a szélsőségesen család és magyar ellenes mesekönyvet. Stratégiai szövetségeseinkkel, a Nemzeti Jogvédőszolgálattal, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalommal és a Hoz Világra még egy magyart mozgalommal sikeresen akadályoztuk meg, és a jövőben is ezt ígérem a választópolgároknak, hogy mind az emlékezett politika terén, amit megint csak szélsőségesen szeretne kisajátítani Őrsi Gergely,
amikor a Szénatérre például olyan nő szobrát tervezi, aki ugye a II. Világháború idején az ellenséghez átállva próbált valamit tenni, mikor ugye a Szénatér ugye történelmi helyszín, mind a kitörés, mind pedig 1956-ban nagy harcok színhelye volt, úgyhogy szeretnénk, hogyha ezek a káros folyamatok ne indulnának be se a második keletbe, se az országban, sehol. Ehhez kívánunk mi hozzájárulni. Köszönöm! Budapest 10. választókerületében, Óbudán, Katona Miklós régi bajtársunkat indítja a Mi Hazánk mozgalom. Több diplomás, közgazdász és középiskolai tanár, 3 diplomás gyermeke is van. 16 éve aktív tagja a Nemzeti Radikális Mozgalomnak, a Magyar Gárda főkapitány helyettese is volt. Régi motoros, mindkét értelemben a Mi Hazánk Motorosai nevű klubunk alelnöke, céltudatos, segítőkész személyiség. Parancsoljon! Köszönöm! Nagy tisztelettel köszöntöm én is Buda választópolgárait. Amint a bevezetőben is elhangzott, Katona Miklósnak hívnak. A budai 10. választókerületben képviselem a Mi Hazánk szervezetét az országgyűlési választásokon. Mi a segítőimmel a budapesti 10-es választókerületben azon dolgozunk, hogy magyar szívű és magyar lelkiségű képviselői legyenek honfitársainknak. Ez különösen fontos a 3. kerületben, ebben a nagy irodalmi és történelmi hagyományokkal rendelkező szűkebb hazában és nagy családban. Ne idegen szívű és idegen érdekeket kiszolgáló vezetői és országgyűlési képviselője legyen ennek a gyönyörű budai kerületnek, a Kárpát-haza gyönyörű fővárosában. A képviselő, a példamutató képviselő legyen a választópolgárokért, és ne fordítva legyen ez. Úgy gondolom, hogy Óbuda és Békásmegyer választópolgárai annál többet érdemelnek. Köszönöm. A 18. választókerületben Budapesten, Budafoktétény és Albertfarva területén Esze Tamást indítjuk. Gépészmérnök, lokálpatrióta, a helyi MIÉP korábbi elnöke volt, a történelmi vitézi rend budapesti és Pest megyei törzskapitánya is, illetve a budafoki labdarúgó klub korábbi elnöke, sőt, igazolt sakjátékos is, hiteles, kitartó személyiség. Köszönöm a bemutatást, Esze Tamás vagyok, nyugdíjas gépészmérnök, de máig is aktív vállalkozó. Hát ős budafoki vagyok, de nagyon komoly kötődésem van a 11. kerület választókerületünkhöz tartozó részéhöz, Kelenföldhöz, Albertfalvához és Kelenbölgyhöz is. 1990 kezdődő évtizedben több mint 50 gyár és termelő üzem esett áldozatul a privatizáció boszorkánykonyhás működésének, és több ezer lakó kényszerül arra naponta, hogy órákat utazva biztosítson magának megélhetést, mert a környéken nagyon kevés a munkahely. Abban az esetben, hogyha ha választást nyerünk, akkor elsődleges célunk, hogy hazai tőkéből környezetbarát technológiák telepítésével, illetve a turizmus fejlesztésével ezt a krónikus munkahelyhiányt megpróbáljuk enyhíteni. Hogy erre honnan fogunk tőkét biztosítani, azt majd rövidesen a részletes programunkból megismerhetik a kedves választóink. Egyelőre ennyit akartam mondani, köszönöm szépen. A 6 budai jelöltünket mutattuk be, de ezt követni fogja a 12 pesti jelöltünk váratlan két részletben, legalább két részletben való bemutatása. Már több mint 20 jelöltünket mutattuk be szerte az országban, csak ezen a héten. A következő hetekben ezt folytatni kívánjuk, hiszen mind a 106 jelöltünket bemutatnánk.